A pénzcentrum tavaly összeállított betörés térképe szerint a fővárosban a 14. és a 3. kerület után a 11. kerületben törtek be a legtöbb lakásba 2020-ban. Eközben idén bizonyos típusú bűncselekmények, szabálysértések is megszaporodtak. Ilyen volt az újbudai rendőrgyilkosság, vagy néhány utcai támadás, mint például a kitörés napi gazdagréti eset. Ezen szeretne változtatni az önkormányzat. Itt van velem a stúdióban Varga Gergő közbiztonsági tanácsnok. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Pont most ért véget egy közbiztonsági kerekasztal, ahol egy kicsit pozitívabban festették le a kerületi helyzetet. A rendőrkapitány arról beszélt, hogy kiválóak a statisztikáink. A 2021-es igen alacsony betörésszám 2022-ben megfeleződött. Akkor hogy is van ez? Mennyire tekinthetjük biztonságosnak a kerületet? Új Buda az egyik legbiztonságosabb kerület ma a fővárosban, és bizony hogy a jövőben még biztonságosabb lesz. Az, hogy a sajtóban különböző hírek jelennek meg, azok általában felderített, és előadott elkövetők vannak az ügyek mögött. Ezeknek van hírértékük, ezért jelennek meg ezek a cikkek. Például az említett pénz, pénzcentrumos cikk az egy 21-es adatra reflektál, és tavaly év végén ez a cikk, de ehhez képest a mostani adatok, ami a következő testületi ülésen lesznek nyilvánosak a kapitány beszámolóján, az látható, hogy felleződött a betörések száma is például, minimálisan gépjárművek ellen elkövetett bűncselekmények. És összességében a 100 ezeres kerülethez képest tényleg alacsonyabb az elkövetések száma, viszont a felderítettség ettől sokkal magasabb. Ami a sajtóban megjelenik, az ön szerint, hogy korábban beszéltük, nem feltétlen felé a valóságot, vagyis inkább talán úgy fogalmazott, hogy könnyen félre lehet érteni. Ez a harmadik helyezett, amit Új Buda szerzett azzal, hogy Kimondhatjuk, hogy a harmadik legtöbb betörés számmal rendelkezik, ugye egyébként 2020-as, úgy tudom az adat, ez igazából nem jelent magas számot. Tehát, hogy ezért megtévesztő ez a. Hát fíj. igen, még pontosabb, hogy két évvel ezelőtti adat lett összehasonlítva a tavalyi évben, a következő, hogy ez egy 80 ezer háztartással üzemelő kerület, és ebből kevesebb mint 100 lakásban törtek be, és ezek az elkövetők elfogásra kerültek. Tehát a, a az elkövetés, a sajnos megtörténik, mert vannak mindig olyan személyek, akik bűnözésre adják a fejüket, és minden betyár mellé nem állíthatunk egy rendőrt. Ezek megtörténnek, de ami fontos, hogy az elkövetők el, van, lettek kapva, elfogták az elkövetőket, és ez a mi hatékony a mi rendőrségünk szempontjából. Tehát akkor fontos azt is látnunk, hogy a bűnögi statisztikák nem állnak egyedül a betörés számok regisztrálásából, hanem ugye többféle értéket is figyelembe kell venni. Az a helyzet, amikor valaki bármilyen cselekmény áldozata lesz, neki az egy is nagyon sok. Tehát az egy is nagyon sok. És én így könnyű, könnyebb arról úgy beszélni, hogy bulvár és sajtóhírként, megélni sokkal nehezebb. Ami nekünk a célunk. Hogy a hatékony rendőri munka mellett a közérzet is és az érzet a kerületben pozitív legyen, tehát biztonsági érzetben még jobb legyen a kerületünk, még, még kényelmesebb, hogy tudjunk élni itt a kerületben. Jáger István rendőrkapitány is utalta arra, hogy egyébként a sajtóban megjelent hírek nem mindig tesznek jót a rendőrség munkájának, hiszen nagyon izgalmasan találják ezeket a bűnügyi híreket amitől aztán jól megijed az olvasó, és ez nem feltétlen fedi akkor a biztonságérzet, a közbiztonság valódi állapotát. Pontosan. És ha a statisztikában számok növekednek, például egy-két szám megemelkedik, az valószínűleg a különböző akciók miatt, és az, hogy arra kinomorítják azokat a tevékenységeket, és emiatt az nőhet az a szám. De ezáltal a jövőben pedig a maga az elkövetések száma csökken, mert tudják azt, hogy ez szem előtt van. Milyen fontos kijelentések hangzottak el ezen a kerekasztal beszélgetésen, milyen területeken kellene javítani? Mert sokszor hangzott el a fórumon, hogy a közterületi atrocitások, a hajléktalanok helyzete az, ami ezt a szubjektív biztonságérzetet rontja. És ugye itt nem bűncselekményekről beszélünk, hanem egy ilyen köztes terület, ami például rontja esetleg a közérzetet a járókelők számára. Ez volt a fő probléma, vagy van más is? Ez egy eléggé meghatározó probléma a kerületben, de ez a minden napokban, amivel találkozunk. Az erőszakos kéregetőkkel, a közszeretem való alkoholfogyasztással, de viselkedéssel. Nagyságrendileg ezek nem kerületi lakosok általában, hanem a hatékony és jó budapesti tömegközlekedésnek köszönhetően eszközöket használva ide érkeznek hozzánk. És ezzel kapcsolatban van feladatunk, ebben lesznek előrelépések a jövő jövőben. Például most hoztam magammal egy ilyen kis papírt is, hogy a közteretfelügyelet és a rendőrség milyen közös jelölési szolgálatot fognak mostan ellátni a jövőben, azért, hogy még biztonságosabban tudjuk érezni magunkat, és ezeket a konfliktusokat fel tudjuk oldani, amik kialakultak. Ugyancsak Jäger István kapitány utalta arra, hogy egy 149 ezres elég nagy kerületben élünk, és ez a szám még nőni fog, ugye a Beruházásoknak, betelepülőknek köszönhetően. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy nem állíthat a rendőrség minden sarokra egy rendőrt. Hogyan lehet ezt megoldani a tárgyszervek? El, tudnak egy olyan együttműködést kötni, ami javítja majd a közterületi jelenlét, tehát hogy hogyan oldható ez meg? A társaságokkal a kapcsolattartás az folyamatos. A mai kerekasszabeszélgetésnek pont az volt az egyik lényege, hogy ezt hogy lehet még szorosabbra, egy, szorosabbra fűzni ezt az együttműködést. Például a kokáját, hogy a, a Föri megerősített fog teljesíteni az 1-es és 4-es hatos villamoson, hogy ott is olyan problémákat meg tudjunk oldani, amit kezelünk kellene. Vagy a rendőrség közszedett felügyelet közös együttműködése. Ezek is mind olyan lépések lesznek, és lépések, amivel jobban és hatékonyabban fog tudni működni. De például akkor hogy hogyha van olyan terület, ahol valamiért, valami honnan fogva elkezdek hulladékot lerakni, vagy éppen ilyen szemetesebb gócpont alakul ki, ami utána lehetőséget biztosítan bármilyen más cselekményre, ennek a felszámolása például ez a kerület szempontjából fontos, a üzemeltetéséből, hogy, hogy ebben még hatékonyabbak akarunk lenni, hogy jobban gördüljön, jobban érezhető legyen az, hogy ez egy jó, élhető, kényelmes kerület. Én is utalt most a BKV járatokra. Az is elhangzott ezen a beszélgetésen, hogy az egyes villamos, mióta átjön Budára, azóta rosszabb a közbiztonsági helyzet a villamos környékén. A BKV járatokon ez egyébként általános, legalábbis vannak elég rossz hírű járatok, ahol a viselkedési normákat. Nem betartó személyek sokszor zavarják az utasokat, de hát ugye ez egy nehéz helyzet, hiszen nem bűncselekményt követnek el általában. Mit lehet velük kezdeni? Azt, hogy ott lesznek a közterület A villamosokon, buszokon? P például ezt is. De szerencsére nem a mi kerületünk az, ami fertőzött, vagy ilyen szempontból, hanem itt egy-egy ilyen eset van, de mi azt szeretnénk, hogy az közérzet, hogy az érzet jobb legyen. Tehát igen, közszerűt lesznek a járatokon, és hogy szükséges, akkor intézkedni is fognak. Miben sikerült megállapodni ezen a kirakasztabb beszélgetésen? Hogyan lehet előre vinni ezt az ügyet? Hogyan lesz jobb a közbiztonság? Az önkormányzat mit tud ehhez hozzátenni? A szervek szorosulva fűzik az együttműködést, próbálnak minél több egyén beállítani a szolgálatba, és az önkormányzat minden anyagi támogatást és lehetőséget fog biztosítani arra, hogy ez meg is valósuljon. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!